Egy videós legjobban a feliratkozással tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm! Sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt újra a Hagyma TV. Az elmúlt pár hétben észrevettem, hogy iszonyatosan érdekel titeket az ingyenes lehetőség a különböző MMO-knál, ezért a mai nap is kerestem valami olyan lehetőséget, ami bizonyára felkelti a figyelmeteket, és biztos vagyok benne, hogy néhányan ki fogjátok próbálni a játékot. Igen, ma is egy ingyenes és sci-fi játékkal fogunk játszani. Mi is ez a játék? Ennek a játéknak a neve az, hogy Firefall. Igazából azért különleges ez a játék, mint mondjuk az előző heti MMO is, mert FPS nézetben is lehet játszani, ez egy lövöldöző sci-fi MMO RPG gyakorlatilag. Amit látjátok, mindjárt már én csináltam egy karakter, de azért szeretném bemutatni nektek, hogy miből lehet választani. Ugye itt bal oldalról elindulva ez egy Biotech nevű kaszt. Itt egy, hát egy healer gyakorlatilag. Ugyanakkor azt ígérték még 2012-ben, amikor a játék megjelent, hogy ez a healer, ez bizony DPS-elni is tud. És attól még, hogy ő egy healer, attól még nem kell feladni a hagyományos DPS vagy hagyományos szerepeket sem. Ugyanez vonatkozik a második karakterre, a tankra. Ugye itt ez egy hatalmas életű karakter, ami mondjuk full, tehát teljesen föl van páncélozva, és hát arra megy rá, hogy ő is sebződjön. Itt a másik karakter az Assault. Ez gondolom ez a DPS, ez egy ilyen elég kemény DPS, és ennek az a lényege, hogy az első vonalakban harcol, és hát védi a többi kasztot. Van egy ilyen supportunk, ami egy engineer. Csak ez mi ez? Igen, offense. Tehát supportunk, ami itt egy engineer, ezek általában ilyen instant gépeket, instant képességeket használ, amik csak időlegesen érvényesülnek, vagy vannak, hát ilyen turreteket tud lerakni, meg mindenféle ilyen technikai kütyüt használ, illetve hát van egy ilyen recon, ez is egy ilyen támadó, ez is egy DPS kaszt, ugyanakkor annak ellenére, hogy még a másik egy közelharc és közepes távolságból hatékony, ez a Recon ez egy nagyon messzi long range kaszt igazából. Hát gondolom valami sniper hasonló, én mégis inkább a Biotech-et választottam annó. Hát látjátok itt a kis puncisunk ismét, Hagyma néven futok. És csatlakozunk itt a világhoz. Ahogy én ezt az egész történetet hallottam, ez is szinte nagyban hasonlít az összes többi olyan MMO-hoz, ami a piacon van. Questek, PvP is van, mindenféle megoldás. Ugye nekem a legnagyobb bánatom az, hogy szinte semmelyikbe és ebbe sincsen igazából. Aha, ez egy ilyen, először egy ilyen tutoriálon kell végigszaladnunk. Tehát ez nekem a legnagyobb bánatom az, hogy igazából, hogy egy magyar közönség nem nagyon szerepelteti magát sehol, és nincs nagyon arra lehetőségem, hogy left control, tehát a bal kontrollal le tudunk googolni, hogy tényleg magyarokkal játszak csoportos kihívásokat teljesítve. Igazából, megmondom őszintén, ami a legközelebb volt eddig hozzá, hogy én ezt megpróbáljam, az a Black Desert Online volt az egyetlen eddig, amit ingyenesen ugye ki lehetett próbálni, és nekem tetszett, és volt is benne magyar közösség, csak hát ugye az elég drága játék még egyelőre, de nézzük is most ez miről van szó, tehát itt a fegyverem. Ugye jobb gomb célzás, bal gomb lövés, R-bet újratöltés, mint egy sima FPS-ben.
A középső gombbal pedig lehet ilyen külső nézetből játszani, mint egy hagyományosabb MMORPG-vel. Megmondom, nekem eddig nagyon szimpatikus. Minden karakternek van egy ilyen jump jetpackje, ami gyakorlatilag egy... Na, oh-oh. Ami gyakorlatilag itt veszünk föl. És egy ilyen, hát, jetpack-szerűség. Egy picit talán ez 3D-sé teszi a harcot. És oda, és bizony oda kell figyelni a PvP-ből, hogy nem fölülről akarnak rádugrani. Gyorsan végigszaladunk itt a... szintet is léptem, nagyon jó. Nincs más dolgunk most, mint a hajóhoz eljutni és leszállni a bolygóra. Ezzel kell beszélni, ez az ökörborjúval. Tehát a játék története a következő. 2200 környékén egy hatalmas aszteroida közeledett a Föld felé, és a tudósok ezt megpróbálták ugye eltéríteni. Az eltérítés nem nagyon sikerült, és 1000 millió darabra hullott az aszteroida, és ez ugye el is érte a Föld légkörét, és besapódott. Hatalmas nagy problémákat, árvizeket és mindenféle kataklizmát okozza. A Föld túlélői ugye a megfogyatkozott készleteknek köszönhetően egymásnak estek és elkezdtek harcolni. Ezen az sem annyira segített egyébként, hogy felfedeztek egy új kristályt, ami hatalmas energiával rendelkezett, és ezért is elkezdtek tovább harcolni. Aztán egyszer csak ugye az emberek megbékéltek, telt múlt az idő, és bekolonizáltak egy másik bolygót, és a második két bolygó is, a Föld is, meg a másik bolygó is elkezdett egymással harcolni, míg végül egy hatalmas békefenntartó hajó becsapódott Brazíliába, elpusztított mindent. Közvetlen mögötte egy ismeretlen fekete köd érkezett a bolygóra, ami az élőlények gyors mutációjával egy hihetetlen ellenséges környezetet alakított ki a bolygón. Ezután 5 évvel szállunk itt le mi, hogy segítsünk a nyersanyagok és az emberi erőforrások megvédésében. A történet után nézzük meg, hogy hogyan is működik a játék a gyakorlatban. Mint látjátok, az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es gombra különböző képességeket lehet bepakolni, amit hát eddig a 10 szintet léptem, vagy 11-et talán, 10-et, és az eddigi questek során sikerült megszereznem. Itt mivel én healer vagyok, ezért ezek általában inkább healing, illetve hát az 1-es meg a 4-es az healing képesség. A 2-es egy ilyen buff, a 3-as pedig egy ilyen sebzőképesség igazából. A karakteremnek kétféle fegyvere van. Az egyik egy gépfegyver, ez a secondary fegyver, tehát a másodlagos fegyver. És az elsődleges pedig egy ilyen pisztoly per shotgun szerűség, amivel itt hát elég nagy mennyiség is ez is tudok kitolni közvetlen közelről. Itt lehet látni, hogy lerakom ezt az egyes képességemet, ez egy ilyen robot, gyakorlatilag ami képes gyógyítani a közelben állókat, és ott tehát az NPC-t is meggyógyította. Tudni kell, hogy a játék rengeteg rossz értékelést kapott a Steamen. Én szerintem ez egyetlen egy dolog miatt van, azért mert eszméletlen bugos. Sokszor nekem kétszer egy háromszor egész egyszerűen bekresselt a játék, földobott egy ablakot, ahol én jelezhettem a
fejlesztőknek, hogy mi a problémám. Én nem tudom, mennyire sokan fejlesztik ezt, vagy én nem tudom, hogy ez az egész hogyan működik. De azt tudom, hogy egy 2012-es játéktól azért sokkal nagyobb kiforrottságot várnék én el. Ugyanakkor viszont rengeteg jó ötlet van magában a játékban. Tehát a harcrendszer maga az FPS jelleg, aminek a gyorsasága az egy ilyen Team Fortress-es beütést kölcsönöz a grafikával együtt a játéknak, és nem veszi annyira túl komolyan magát, mint sok más játék. Nagyon jól áll egyébként, és nagyon élvezhetővé teszi a játékot. Rengeteg jó ötlet, a különböző képességek, skillek, feladatok, egyszemélyes insták, ahol egyébként most is játszódik a játék. Tehát itt egyszerűen elképesztő. Tehát tényleg, hogy beléptem az ajtón, ugye most mi történik? Beléptem az ajtón, és lőnek rám valahonnan, és nem tudom, hogy honnan, és kiderül, hogy ott bizony ilyen, hát valami álcával, láthatatlansággal fedett emberkék vannak, és csak azt a lézer célzónak az egy méteres akármilyét látom, ugye megpróbálom semlegesíteni, de hát itt a quest az adja magát, hogy majd mit kell itt csinálni, de rengeteg jó ötlet, rengeteg izgalmas játékmeneti elem színesíti egyébként az egész történetet, és nem csak itt az instákban, vagy ebben az egyszemélyes történetben, hanem az open world részénél is, a városok, a kereskedők, magának a karakternek is a felépítése egyébként egy elég egyedi és elég jó dolog. Kicsit talán a harcrendszere hasonlít a... És meglepődve tapasztaltam, hogy én ezt nem is próbáltam ki, és most jutott eszembe, hogy hasonlít a Tom Clancy Division harcrendszeréhez. Tehát ugyanúgy megvannak az embereknek a skilljei, ugyanúgy megvannak az embereknek a képességei, a sebzése, és ugyanúgy nem fog senki meghalni, hogyha fejbe lövöd. Viszont itt mondjuk megvan az az előny, hogy itt azért valamennyire ilyen mutánsokkal, meg mindenféle szörnyek ellen harcolsz, tehát mondjuk ez ennyire itt nem bántó. A grafika egyébként gyönyörű, iszonyatosan szép. A felvételt valamiért nem bírja, ezért felvétel alatt le kellett vennem a grafikát magasra, az ultra magasról. Ugyanakkor valami problémát észlelek én a motorral, mert miközben mondjuk nézek egy FPS számlálót, és ami folyamatosan 60 és 80 FPS között méri a játék sebességét, a játék néha-néha így megakad, belassul, mint hogyha ez programozva lenne, mint hogyha ezen a normális játékmód. Ez néha idegesítő, azért itt mégiscsak egy ilyen akciójátékról van szó, amit azért a reakciók nagyon-nagyon-nagyon sokat számítanak. Minden esetre nekem az a véleményem egyébként, hogyha az ember egy kicsit belemegy a játékba, és esetleg van egy-két barátja, akivel ezt ki lehet próbálni, de egyedül is élvezetet tud nyújtani, de mondjuk barátokkal azért valószínűleg jobb lehet itt végigcsapni az instákat. A történet eléggé, annak ellenére, hogy az előtörténet eléggé bugyutának indult, tehát hogy mindenki mindenkivel háborúzik állandóan, azért a játék története bizony lebilincselő. Ezek a questek, amik vannak, tehát nem ez a... Ezt lehet érezni rajta a játékon, hogy ezt a ölj meg 10 disznót és 16 darab, nem tudom micsodát, rákot, és akkor megvan a questet, ezt egy kicsit túllépték már, és legalábbis azokat a feladatokat, amit én megcsináltam, azok mindegy ilyen, amit most is látszik, ilyen videó jelenetekkel, átvezető animációkkal körbe font történetet mesélnek el. Ugye itt mi Zsoldost játszunk, ahogy már mondtam, Zsoldost játszunk, akik próbálják itt megvédeni az embereket, meg a különböző nyersanyagokat, utánpótlási vonalakat itt biztosítani.
Hát minden esetre én szerintem megéri az árát a játék, ugye mivel ingyenes. Én szerintem megéri kipróbálni, tehát a belefektetett időt is megéri kipróbálni. Sok újdonsággal szerintem találkozhatunk. Hát ugye mondtam, hogy én itt 10. 11. szinten tartottam, illetve 11. szintet léptem meg, mikor ezzel az instával végeztem. És azért sok újdonságot. Vannak ezek a... Még nem beszéltem arról, hogy itt gyakorlatilag a pénz az egy ilyen kék kristály, amit az előtörténetben is lehet látni, hogy gyakorlatilag korlátlan energiát, vagy hát nagy mennyiség energiát biztosít egy ilyen kristály. És ez a pénz, ezeket kell szedni, ezeket hullanak. És hát nagyjából ennyi a történet. Akit érdekel, és egy picit tud angolul, az biztos, hogy élvezni fogja magát a játékot. Minden esetre, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, mert a következő napokban, illetve hetekben sem maradtok tartalom nélkül. Sziasztok!